Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Harmat István nagykövet, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hétfőre bíradóra úgy tűnik, hogy a török elnök mindent megnyert, amit megnyerhetett. Vajon Atatürket is túl akarja szárnyalni, vagy ő akar az új Atatürk lenni? Hát, hogy akarja, az biztos egyébként, hogy ugye mennyire fogja azt a trükköt, mert nem tudja megcsinálni, vagy azt a tényt, hogy ugye egy újkori Törökországot teremtsen, ugye ez már nem működik, mert már van, de az, hogy ezt az atatürki Törökországot nagyon radikálisan átformálja, az valószínűleg meg tudja, már el is kezdte egyébként, az valószínűleg meg is tudja csinálni. De tulajdonképpen ez a győzelem mit jelent, hogy ő felülbírálhatja a parlamentet, a bíróságot, a világon mindent, akkor miért nem Törökország szultánjának hívják őt? Hát azért mindent nem. Ugye van egy új alkotmány, amit egy nagyon csekély többséggel megszavazott a török nép. És ennek alapján, igen, egy jó évvel ezelőtt, ennek alapján rendezték most meg a választásokat. Ugye a szaknyelven fejezem ki magam, ugye az a nagy változás, hogy a végrehajtó hatalomnak a feje, az mostantól fogva nem a miniszterelnök lesz, mert nem lesz miniszterelnök, hanem maga a köztársasági elnök. Ugye ő áll a kormány élén, és hát nagyon széles körű hatáskörök. De akkor ő áll a hadsereg élén is? Igen, persze, igen. Tehát ő kinevez egy honvédelmi minisztert, és ő a honvédelmi... Hát a kormányt, hogy azért a parlamentnek meg kell választani, de hát az elnöknek ebben komoly szerep van. Nem egy szokán, tehát van ilyen, mondjuk ez leginkább... Ez tulajdonképpen olyan, mint egy nyugat-európai prezidentális rendszer, vagy azért egész más? Hát attól függ, sokféle van, ez leginkább az Egyesült Államokhoz, rendszeréhez hasonlítható. Ez az Egyesült Államok rendszer, az Egyesült Államok elnöke nem bírhálhatja fölül a bíróság döntését. Nem, persze, hogy nem, de hát Erdogan sem... És hogyha jól értem, akkor Amerika demokrácia példaországa. Törökország akkor mostantól fogva a demokrácia példaországa? Én ezt nem mondtam, azt mondtam, hogy a rendszer formálisan olyan, mint az amerikai rendszer, nem nyugat-európai rendszer, hanem olyan, mint az amerikai rendszer. És akkor mennyi idő múlva kell őt újra választani, vagy forever? Nem, 5 év múlva talán, vagy 6 év múlva. Tehát van egy lejáró a mandátum egy idő múlva, mint minden rendes van. Igen, országon. De ön az amerikai rendszerhez hasonlította őket, viszont Amerikában nem szokták az ellenzéket üldözni. Ez egy másik kérdés. Tehát az, hogy az állam berendezkedése milyen, hogy prezidenciális vagy parlamenti, és az nem határozza meg egyértelműen azt, hogy ez most egy demokrácia vagy diktatúra, mind a kettőben lehet mind a kettő. Tulajdonképpen akkor ő most a parlament döntéseit is felülbírálhatja? Ja, hát van, hát az amerikai rendszerben is az elnöknek van egyfajta vétójoga a kongresszus döntéseivel szemben. Mikrofonját igazítsa meg, mert lehet, hogy a nézők nem hallhatják, amit mond. Így, köszönöm. Na, most jó lesz? Most jó lesz. Többé kevésbé. Ingyen alatt van, jó ez jó, így, igen. Okay. Tehát igen, hát ez benne van az új alkotmányban, hogy milyen jogai vannak az elnöknek, és milyen jogai nincsenek. Ez... Miért kellett ez neki? Miért hiányzott ez neki? Nem tudott volna különben rendet csinálni? Hát, vagy túl sok volt az ellenzék? Azt gondolom, hogy a hatalommal való élés vagy visszaélésnek a foka meg a technikája, ugye az mindig kérdés egy autokratikus vezető vagy diktatórikus vezető számára. Nagyon fontos sokszor az, hogy formálisan is meglegyen az a hatalma, ami egyébként informálisan eddig is megvolt. Mennyire fognak visszatérni ezért most a török polgárok a valláshoz? Mennyire lesznek ők radikálisabbak? Ezért nem lesznek. Ugye inkább fordított az okokozati viszony, a vallásnak a térhódítása segítette Erdogánt abban, hogy megszilárdítsa a hatalmát, mint fordítva. De hát ugye Erdogán sok mindent tesz annak érdekében, hogy az iszlám felé fordítsa az egyébként meglehetősen szekuláris törököket. A kurdok bekerültek a parlamentbe, több mint 10%-ot szereztek. Mi vár rájuk egy ilyen
teljes hatalom esetén. Az előző parlamentben is benn voltak a kurdok, túlságosan sokat nem tudtak sajnos elérni. Azt gondolom, hogy most sem lesz ez sokkal jobb helyzetben, nem lesznek jobb helyzetben a kurdok. A kurd kérdés az egy hosszú idő óta, több évtizede tartó probléma Törökország számára, amit eddig nem sikerült megoldani. Én azt gondolom, hogy a továbbiakban is egy ilyen konfliktusos helyzet maradt fönn, és nem nagyon látom, hogy óriási megoldást, óriási esélye lenne egy megoldás. Az arab világban mennyivel fog Törökország nagyobb vezető hatalmat kapni, mint korábban? Ettől nem, tehát az egy török belső kérdés, ettől Törökországnak a nemzetközi pozíciói nem változtak, ugyanolyanok, mint eddig voltak, csak a Törökországnak nagyhatalmi törekvései is voltak. Igen, de hát ugye a belső viszonyok változtak. Igen, ez eddig is megvolt, és ezután is meg lesz. Az ellenzék el lesz nyomva, vagy azért labdába fognak tudni rúgni? Ezek el van nyomva, el lesz nyomva, nem olyan mértékben, hogy betiltják, vagy az egyik jelölt, aki a börtönből kampányolt. Igen, hát ugye van a érdekes módon lezajlott pucskísérlet óta, nagyon erőteljesen jár el a török állam, a török kormányzat mindenféle vele szemben föllépő erővel szemben. Ha ez nem lenne, nem biztos, hogy ilyen vidámon nyert volna Erdogan és pártja. Ez valószínűleg továbbra is folytatni fog. Lehet, hogy nem annyira durván, mint eddig. A pucskísérlet után Erdogan nagyon sok olyan katonát, vezető, tisztségviselőt, aki a NATO-ba volt, leváltott. Vajon újból sor kerül ilyen leváltásokra? Hát azokat, akiket már ő nevezett ki, azt valószínűleg nem fogja leváltani. De hát ugye ez a hadsereg hatalmának a megnyilvánása Törökországban bizonyos mértékig érthető volt, ugye hiszen a hadsereg többször átvette a hatalmat a II. Világháború után Törökországban, ugye Erdogan ezt le akarta építeni, amíg ez a katonai hatalom átvétel veszélyének és lehetőségének a csökkentését jelentette, ugye addig a nyugat-európai demokráciák ezt üdvözölték, hiszen a demokráciának nem sajátosság az, hogy a hadsereg felügyeletet gyakoroljon a civil kormányzat fölött. Most egy kicsit talán túlzásba viszik, de nem csak a hadsereggel, hanem a rendőrséggel, a bírósággal. Németország, Franciaország és Ausztria nem engedte, hogy az elnök korteskedjék az ő országaikon belül. Vajon bosszút fog-e ezért állni az elnök? Hát én nem hiszem, hogy ő nagyon bosszúálló lenne, úgymond, elég reálpolitikusnak tartom. Ugye a választási kampány idején háborgott, tehát látjuk, hogy egyébként eredménye, mert kampányolás nélkül is elég nagy többséget szerzett ezekben az országokban élő törökök között. Nem gondolom, hogy itt ilyen bosszú hadjárat indulna meg ezért. Vajon föntartja-e változatlanul azt a reményét, hogy Törökország valamikor is az Európai Unió tagállama legyen? Hát a remény, ha meg utoljára egyszer talán igen, de azt gondolom, hogy ez a elkövetkezendő években nem lesz napirenden. Vajon számít-e Németország, illetve az Európai Unió továbbra is Törökországban a migránsok megállítása területén, illetve részben való letelepítése területén? Nincs más választás az Európai Uniónak, meg Európának, mint hogy együttműködjön a törökökkel, akármennyire problematikus is ez, hiszen ugye az észak-afrikai menekültek, migránsok mellett a Törökországból jövőknek a jövők jelentik a legnagyobb veszélyt Európára, és valamilyen módon ezt kezelni kell, és egyelőre úgy tűnik, hogy ez a megállapodás Törökországban az viszonylag kezeli ezt a problémát. Semmi okunk nincsen arra, hogy ezt ne folytassuk. A Szíriában állomásozó török seregek meddig maradnak ott vajon? Jó darabig. Azt akartam mondani, hogy az nagyjából a szíriai rendezésig, vagy még azután is, de hát az még olyan messze van, hogy én azt gondolom, a környéken létesült egy nagy fal is, nem a kínai nagy falujból. Török nagy fal. Igen, hát ugye, hogyha meg akarom akadályozni, hogy migránsok bejöjjenek, akkor ez fizikai eszközökkel is lehet, és erre a falépítés vagy kerítésépítés az egy elég hatékony. Ugye nem tudja teljes mértékben megállítani, de hát hatékonyabb, mint hogyha nincs ilyen.
és évek múltán majd ugyanúgy, mint a kínai nagyfalat, a török nagyfalat is elmegyünk és megcsodáljuk. Hát vagy lebontják, mint a berlini nagyfalat, majd meglátjuk. Meglátjuk. Vajon utolsó kérdésem mára, rendeznie fogja a török elnök a kapcsolatait a zsidó állammal, ami gazdaságilag idáig azért megérte? A gazdaságilag ugye azt gondolom, hogy most sem szakították meg a kapcsolataikat. Nem gondolom, hogy Erdogan nagyon rohanna ezzel, hiszen az ő törekvéseiben nem az fér bele, de hát meglátjuk, attól függ persze, hogy hogyan alakul az általános közel-keleti helyzet, meg a szíriai helyzet. Nem zárom ki, hogy normálisabb kapcsolatokat teremtsen, de az a régi szép idők, mikor a rég szoros szövetségesek voltak, azt nem hiszem, hogy visszatérne. Utolsó kérdés, az előbb ugyan már ígértem, hogy utolsó, mi lesz az orosz-török kapcsolatokkal? Továbbra, én azt sem várok, nem várok általában a török politikában túlságosan nagy változásokat. Tehát ez csak inkább belpolitikai változásokat. Igen. Mit szól ez az Amerikai Egyesült Államok, akinek nagyon fontos, hogy mindenhol a világon a demokrácia dühöngjön, hisz erre ezek után, a választások után azért nem nagyon mondható, hogy Törökországba győzött a demokrácia. Előttesen nagyon volt ez a helyzet, de ugye Amerikának nagyon sokszor sajnos el kell tűrnie azt, hogy a stratégiai érdekek átmenetileg legalábbis fölülírják ezeket a emberi jogi meg demokratikus érdekeit, és meg is teszi, hiszen ha körülnézünk, az amerikai szövetségesek között nagyon régóta találhatók olyan diktatúrák, amik egyébként még Törökországnál is diktatórikusabbak. Az elnöknek egy küldetés tudata van, Atatürknek, szultánnak akarja magát, vagy egyszerűen így gondolja, hogy ez a jó az ő hazájának? Szerintem ő azt gondolja, hogy ez a jó Törökországnak. Az, hogy emellett még küldetés tudata is van, az elég valószínű, de nem gondolom, hogy kizárólag ez vezérli Erdogánt, hogy sokkal józanabb ilyen szempontból reálpolitikus. Ő azt gondolja, hogy Törökországnak ez a nemzeti érdeke, van egy csomó dolog, amiben... Ha nem ő kerül hatalomra, akkor Törökország széthullott volna? Nem, biztosan nem hullott volna szét Törökország. Tehát ez nem lehet egy indok. Nem, hát ezt lehet mondani, de én azt gondolom, hogy ez nem reális. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Kedves nézőim, az elmúlt percekben Gyarmati István nagykövetet hallották, látták. Megpróbáltuk megoldani a török kérdést. Még sokat fogunk vele foglalkozni, megnézzük, hogy milyen kormány fog felállni, és milyen döntéseket fog hozni. Most előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.